A Tamási Könnyű László könyvtár olvasó termébe lépve Lázár Ervin, azaz az ő érett nagyságú megszólalásig hasonlító életű szobra fogadja az érdeklődőket. A négyszögletű kerekerdő mesefigurái érkeztek még vele egy vándorkiállítás keretében, amit a könyvtár összekapcsolt egy olvasópályázattal, és a gyerekek által olvasott alakok egy szemvillanás alatt életre is keltek. A könyvtárunk 2010 óta minden évben szervez olvasópályázatot a 3.-4. osztályos gyerekeknek. Ez egy többfordulós, általában 3-4 fordulós levelezős verseny. Igazából az olvasás népszerűsítésére találtuk ki, és azért, hogy a rég elfeledett költőket, írókat a gyerekek újraolvassák. Kire gondolok? Vörös Sándor, Nemes Nagy Ágnes, Nagy Bandó András, Tamkos Iratok Károly, ugye az idősebb korosztálynak nagyon ismert nevek, a mai gyerekek viszont nagyon keveset tudnak róluk, és azért találtuk ki ezt az olvasópályázatot, hogy ezekre a költőkre pár hónapon keresztül ráirányítsuk a figyelmet, lekerüljenek a polcról ezek a könyvek, gyerekek megismerjék őket. A tavaly évben szembe jött velem egy riport arról, hogy Megyeri János szobrász művész elkészítette a négyszögletű kerekerdő mese szereplőit. És arra gondoltam, hogy ezeknek a szereplőknek el kell jönni Tamásiba, ugyanúgy, mint 2018-ban a Csukás István kiállítás olyan nagy sikere volt, nagyon szerették a gyerekek és a felnőttek, és gondoltam, hogy ennek is olyan nagy sikere lesz. Mivel nem ismerik a gyerekek ezeket a figurákat, nem akartam, hogy ide jönnek a könyvtárba, és fogalmuk nincs arról, hogy kik ezek a figurák. És ezért döntöttük úgy a kollégáimmal, hogy akkor legyen egy olvasópályázat ebből a könyvből, és februárban meg is hirdettük ezt az olvasópályázatot, 37 csapat jelentkezett, na most szorozzuk be hárommal, az azt jelenti, hogy több hónapon keresztül több mint 100 gyerek olvasta ezeket a történeteket, Bruckner Siegfrieddel, Mitka Makkával, Dömdödömmel ismerkedtek. Nagyon nagy sikere volt, és hát gondoltam, hogy sikere lesz ennek a kiállításnak is. Most megvolt az eredményhirdetés délután, és hát a gyerekeknek nagyon tetszett ez a kiállítás. Kérdeztem is tőlük, hogy ilyennek képzelték el a figurákat. Volt, aki azt mondta, hogy igen, volt, aki nem. Úgyhogy kíváncsian várom a többieket is, hogy mi lesz a véleményük. A gyerekek örömmel forgatták a leginkább meséiről ismert Kossuth Díjas magyar író 1985-ben megjelent gyermekregényét. Az ott olvasott karakterek pedig persze megelevenedtek a gondolataikban is, de hogy ilyennek képzelték el őket valóban? Olvastam, és nagyon jó volt, és izgalmas. A mamintűről lesz egy kicsi zöld tündér, a Szörnyeteg Lajosról, meg hát, hogy kicsit csúnya, meg hát szörnyetegül néz ki. A négyszögletű kerekerdőt kellett olvasnunk, és nagyon jó volt, és a kérdésekre kellett utána válaszolnunk. Másodikak lettünk, és csapatba kellett dolgozni, három fős csapatba. Nagy zavarodott. Azért szeretem, mert én mászkáló fenyőfa, és így nagyon tetszett. Hát nem így képzeltem el. És a Dömdödöm igazából nem teljesen így képzeltem el, sokkal ilyen nagyobb volt. Picit meglepődtem először, mert nem így képzeltem el őket. Én úgy képzeltem el először, mint hogy nem szemüveges, és a nagy zöldet, meg máshogy. Az olvasó pályázat első 5 helyezett csapata a könyvek mellé részvételi lehetőséget kapott a könyvtár Lázár Ervin meséire épülő június utolsó hetében zajló nyári táborára. A négyszögletű kerekerdő mesében élő Dömdödöm, Szörnyeteg Lajos, Ló Szerafin, Vacska Mati, Mikka Makka, Nagy Zoár és Maminti április utolsó hetében várja a Tamási könyvtárba látogatókat.